Test és lélek rovatunkkal folytatjuk a délelőttet, és az influenza elleni védőoltásról fogunk beszélgetni. Itt van már velünk a stúdióban dr. Bére Zsuzsanna, járványügyi főorvos. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na hát nézzük sorban, az első kérdés talán a legfontosabb, hogy miért fontos megkapni az influenza elleni védőoltást? Milyen védelmet remélhetünk ettől? Hát azt remélhetjük, hogy nagy százalékban van remény, hogy egyáltalán nem betegszünk meg, vagy ha esetleg mégis megbetegszünk, akkor elkerülhetők a komoly szövődményes esetek. Itt az influenzának is többféle típusa van, ha jól tudom. Az influenza elleni védőoltás, az mi ellen nyújt védelmet? Az influenza vírusnak három ilyen fő törzse van. Az A, a B, a C. Ezek ilyen nagyon eltérően tudnak viselkedni. Az A szokott nagy meglepetéseket okozni, mert ő tudja megbetegíteni az állatokat, és akkor itt nagy a lehetőség arra, hogy ilyen genetikailag egy teljesen új struktúra álljon elő, amire nem védett a szervezetünk. Ezek szoktak a pandémiák lenni, 10-40 évente. Viszont a B típusa is elég változékony, ez viszont csak emberre patogén, és ez általában inkább a gyermekeket betegíti meg, míg az A az összes korcsoportra jellemzően okoz megbetegedéseket. Amikor azt mondjuk, hogy influenzásak vagyunk, azért a téli időszakban, én tudom, hogy december-januárban, nem mondom azt, hogy mindenki átesik ezen a betegségen, de azért halljuk mondjuk barátoktól, rokonoktól, hogy influenzás vagyok, az tényleg igazi influenzát jelent, vagy mi azért? Nagyon sokszor nem. Ez szerintem ezártott az influenzaoltás népszerűségének is. Nem. Tehát az nagyon fontos tudni, hogy rengeteg hasonló kórokozó van. Rino, entero, parainfluenza vírusok, amik ugyanabban az időszakban cirkulálnak, csak soha nem marad otthon akkor a fél osztály, ha egy beteg volt, hanem egy-két beteg van, de a tünetek nagyon hasonlóak lehetnek, és nem olyan karakterisztikusak azért az influenza tünetei, tehát ilyen általánosak, torokfájás, láz, vagy van, vagy nincs, fejfájás, izomfájdalom, száraz köhögés kezdetben, amíg nincs felülfertőződés. Tehát össze lehet mosni, de hogyha egy laboratóriumi megerősített diagnózist kapunk, akkor sok minden, amit influenzának gondolunk, az nem influenza. Igen, és ezeknek az enyhébb betegségnek általában egy egészséges embernél sokkal ritkábban van szövődménye. Igen, és akkor az influenza is, amiket doktornő elmondott, hasonló tüneteket produkál. Igen, tud. Mi tehát nagyon sokszor. Rá, hát az influenzánál sajnos nagyon gyakran van az, hogy komoly szövődmények alakulnak ki. Tüdőgyulladás, agyhártyagyulladás, szívizomkárosodás, több szervet érintő károsodás is kialakulhat. Gyerekeknél elég gyakori a középfülgyulladás, arcüreggyulladás, és általában a gyerekeknek mondjuk egy-egy szezonban az ilyen statisztika 20-30%-a betegszik meg, azért a felnőtteknek csak 5-10. De ami meg nagyon érdekes, hogy például a halálesetek száma 90%-ban az mindig a 65 év felettiek. Tehát ők egy picit nagyobb rizikónak vannak kitéve, és még nyilván vannak olyan csoportok, akik szintén. Igen, mert itt mondjuk a nem megfelelően kezelt influenza, vagy nem időben elkapott influenza, akkor komoly szövődményeket okozhat. Illetve az influenza ellen vannak bizonyos készítmények, csak az a gond, hogyha azt nem 48-24 órán belül kezdjük el, akkor az már nem megfelelő, és akkor tüneti kezelés van. És ez a korcsoport már általában azért előfordul, hogy több betegség, a magyar vérnyomás, cukorbetegség, esetleg valami daganatos betegsége is van a 65 év felettieknek. Tehát ők mindenképpen komolyabb rizikónak vannak kitéve, de gyakorlatilag bárkit érinthet. Akkor nézzük meg ezeket a rizikós vagy kiemelt korosztályokat, vagy korcsoportokat, akiknek érdemes lenne beadatni az influenza elleni védőoltást. Kezdjük rögtön az idősebb generációval, ugye 65 év felett már akkor hát, ajánlott? Úgy fogalmaznak 2009 óta a nemzetközi ajánlások, hogy gyakorlatilag fél éves kortól mindenkinek célszerű volna, és biztos, hogy haszna lenne abból, ha beoltatná magát, de ez bizonyos csoportoknak viszont különösen fontos, hogy vagy ők, vagy a házi orvosuk, vagy, tehát, hogy
képben legyenek azzal, hogy mi történhet velük, ha esetleg megbetegednek. Hát akkor az idősek és a krónikus betegek, igen, és a pici babák. Tehát a terhesnők például 4-szer gyakrabban kerülnek kórházba, tehát sokkal komolyabban teríti le őket, idézőjelbe az influenza vírus. Mert ilyenkor mondjuk gyengébb az immunrendszer? Igen, talán? Meg gyakorlatilag, ahogy a terhesség megy, egy picit a rekesz mindig feljebb van, és tehát egy picit hátrányba kerülnek. Tehát úgy néznek ki, mint mondjuk, akinek egy 40-es BMI-je van, és az ő esetükben is például javasolt. Na most mennyire veszélyes, vagy mennyire biztonságos akkor a védőoltás? Hát én azért úgy fogalmaznék, hogy szinte családtervezési oltás, és kevés oltásról mondhatjuk azt, hogy terhesség alatt is bármelyik trimeszterben bizonyos típusai nagy biztonsággal adhatók, és most már nagyon komoly irodalma van annak, hogy a babát is fogja védeni, nem csak a mamát fél éves koráig, fél éves kora után meg vakcinálható már. Akkor mondjuk a várandóság bármelyik időszakában igen, végül is beadható. Már, igen. Tehát komoly szakmai vita volt Magyarországon akár 7 évvel ezelőtt is még. Az amerikai állások már akkor is teljesen egyértelműen fogalmaztak. Most már gyakorlat, tehát most már szerencsére nőgyógyászok, házi orvosok is tudják, hogy ennek nagy haszna lehet a kismamára és a babára nézve is. Ajánlják egyébként, vagy felhívják a kismamát figyelmét? Én nagyon nagy változást látok, igen. Nagyon sokan tudják már. Na mi a helyzet a babákkal? Mert én azt is olvastam, hogy a fél évnél fiatalabb gyermekek családtagjainak lenne érdemes beadatni. Ez pedig a fészek immunitás. Így védjük azokat, akik esetleg nem vakcinálhatók például bizonyos oltóanyagokkal. Akkor igen, ez is. Tehát egy nagyobb testvér legyen beoltva, a nagypapa, nagymama, ha sokat segít és sokat van a picivel, és a szülők mindenképpen. Mert hogy akkor talán nem kerülhet nem, be a nincs, családba. Hát nem viszik haza, nem tudnak megbetegedni. És mi a helyzet akkor a pici babákkal? Nekik mi az a nem tudom, határ, ami után már beadható? Fél éves kortól a split, úgynevezett split vakcinák, ezek olyan tisztábbak. Tehát szinte csak az a felszíni struktúra van benne, ami tőle a védettség kialakul, az biztonságosan adható. Arra kell figyelni, vagy az szokott néha meglepetést okozni a szülőknek, hogy ha valakit először vakcinálunk, 9 éves kor alatt 2 oltásra van szükség 4 hét különbséggel. És akkor ez csak első alkalommal fontos. És akkor utána mondjuk már nem, utána ugyanúgy minden évben egyet. Igen, minden szezonra. Igen. Most vannak-e például kellemetlen mellékhatásai az oltásnak, mert először előfordulhatnak, tehát kár lenne, ha ezt letagadnánk. Van, de nyilván nem összemérhető azzal, hogyha valaki heteket van kórházba. A leggyakoribb az a láz, rossz közérzet, hőemelkedés, oltás után, fájdalom a szúrásain, egy kis pirosság, de én azt gondolom, ez még amellett is eltörpül, hogyha valaki nagyon náthás, nagyon köhög, mondjuk 5-6 napig is nem tud dolgozni esetleg. Milyen egészségi állapotban kell lenni, amikor beadjuk az oltást? Tehát most lehetőség szerint láztalan legyen valaki. És akkor oltható. De most ebben a nedves időben azért előfordul, hogy valakinek fáj a torka, kicsit köhög. Ha fáj a torka, picit köhög, akkor bevállalható az oltás, ha láztalan. Nem nagyon érdemes halogatni, mert azért 2 hét, amíg kialakul a védettség, és általában az a több éves tapasztalat, hogy decembertől márciusig fordul elő a legtöbb megbetegedés. Hajaj, akkor még most éppen jó időben most lehetünk, vagy éppen szezonja van ennek? Habár a tankönyv, amikor az oltóanyag megjelenik, az szeptember vége, de tökéletesen megfelelő akár most is. Azt is olvastam, hogy hosszú repülőút alkalmával is igen, érdemes igen, ezen gondolkodni. Igen. Miért? Vagy azért, mert ott sok ember van összezárva, és gyakorlatilag ugyanazt a levegőt cirkuláltatják, és gyakorlatilag az influenzára az a jellemző, hogy nagyon alacsony a humán infektív dózisa, tehát amitől megbetegedünk. Tehát ha 100 000 vírust esetleg lélegzünk, vagy a környezetünkből szánkon keresztül, kötőhártyán keresztül bejut a szervezetünkbe, bizony megbetegedhetünk.
Tehát gyakorlatilag, aki a vírussal találkozik, és 50%-ban kialakulnak a tünetek. Na most milyen védettséget ad a védőoltás? Mert itt ugye, hogyha matematikai, statisztikai pontosságot szeretnénk, akkor 100%-ról nem beszélhetünk. Abszolút, az egyetlen de... egy betegség esetében sem. Az influenzaoltás picit gyengébb védettséget ad, mint mondjuk a legtöbb védőoltás, ami nagy előrelépés, mert 2013-14 óta van olyan oltóanyag, ami már nem csak kéta és 1B, hanem kéta és 2B törzset használ, és itt sokkal nagyobb a találati érték. Tehát azért végül is tágult, vagy javult mondjuk javult, ennek sok, az értéke. Igen, javult, és gyakorlatilag ugye azért van minden évben új oltóanyag, mert próbálják azokat a törzseket egy egyetemes WHO jelás alapján kiválasztani, ami az előző évben a legtöbb megbetegedést okozta. Nézzük meg végül, hogy milyen itthon a népszerűsége az influenza elleni védőoltásnak, mi azért évről évre elővesszük ezt a témát itt a délelőttben. Hogyan látod akkor mondjuk így a praxisodban, hogy nő mondjuk a hajlandóság az influenza elleni védőoltásra? Én abszolút úgy látom, hogy nő, de hát nyilván vannak, akik rettentően ellenzik. Meg azt látom, hogy akit úgy egyszer sikerül rábeszélni, az ilyen influenzaoltás hívő lesz. Tehát érzi a jótékony hatását, mert aki átesik egy ilyen influenza fertőzésen, ott ugye a légutak hámsejtjei vannak bevonva ebbe a gyulladásos folyamatba, utána sokkal fogékonyabb lesz minden egyéb ilyenkor cirkuláló kórokozóra, és akkor gyakorlatilag az elején megbetegszik, és akkor végig köhög, náthás, tehát hogy olyan sokkal elhúzódóbb tud lenni, tehát sebezhetővé tesz egy influenza vírus utáni állapot egyéb légúti kórokozókra. Milyen helyzet, ha valaki mondjuk 2 éve beadatta, tavaly valamiért elfelejtette, idén megint szeretné, akkor számít mindig, hát ez? Ebben, hát minden évben be kell adatni. Tehát ha egyszer elkezdjük, akkor ezt már szinte... Javasol, de általában szokták is kérni, mert azért érzik a jótékony hatását. Tehát nekünk több olyan páciensünk van, aki bizony évek óta rendszeresen visszajár. Zsuzsanna, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál nálunk. Remélem, hogy elkerül minket az influenza, fontos témáról beszélgettünk.